Dombováron idén első alkalommal sikerült nagyobb volumenű szabadtéri programot szervezni. A szőlőhegyi városrész búcsúja Szent Anna ünnepéhez kapcsolódik. A róla elnevezett kápolna előtt délelőtt szentmisét tartottak. Ma délelőtti szentmisén, amikor úgy körülnéztem, nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ilyen sokan vagyunk, és az, hogy ilyen szépen rendben van a kápolna is környéken. Tudom, hogy sokan dolgoznak azért, saját kis szorgalmukkal hozzátéve a szaktudásokat, hogy ez a kis kápolna és környéke ilyen szép legyen. És én úgy gondolom, hogy évről évre erre nagyon-nagyon odafigyelnek azok a úgynevezett gazdái, mert van néhány olyan család, néhány olyan ember itt szőlőhegyen, aki szívügyének tekinti, hogy rendben legyen. És tényleg azt mondom, hogy nagyon szépen rendben van tartva, és köszönjük nekik. Én nagyon örültem, hogy itt lehettem a szentmisén is, hiszen idén nem mehetünk egy Csíksomlyóra, és olyan érzésem volt, mintha ott lettünk volna egy kicsit lélekben. És ez a délután is csodálatos. Ez már hagyomány régóta, hogy itt Szőlőhegyen Szent Anna napkor búcsút tartanak. Olyan kellemes érzés itt lenni, a régi gyerekkori élmények jönnek elő. Én csak azt szeretném hozzátenni ez a mai naphoz, hogy önkormányzati képviselőként mindent meg fogok tenni azért, hogy Szőlőhegy ne Dombovár mostoha gyereke legyen. Polgármester úr egyeztetve sok fejlesztést tervezünk ide. Pintér Szilárd polgármester elmondta, az önkormányzat több hasonló rendezvényt szeretne megvalósítani az egyes városrészeken. Ez egy kurta furcsa év a 2020, hiszen azt gondolom, hogy már július ége felé járunk, amikor az első rendezvényt meg tudjuk tartani. Nagyon fontos célként kitűztük tavaly, hogy minden városrészben szeretnénk tartani egy olyan ünnepséget, egy olyan napot, amikor a helyiek identitását tudjuk növelni, és minden városrész fontos Dombovár számára. A mai napot Szőlőhegyen töltöttük, reggel egy szentmisével kezdődött a nap, amelynek ugye már több évre visszanyúló hagyománya van, Szent Kápolna, Anna Szent Kápolna kapcsolódóan, Anna naphoz kapcsolódóan. A mai nap azt gondolom, hogy ebben a szempontból szerencsés volt, hiszen az időjárás kegyeibe fogadott minket. Tegnap előtt nagy esődések voltak, majd gyönyörűen sütött a nap. Ez a résztvevők számán is meglátszott, hiszen az emberek kikívánkoztak már közösségbe, illetve szerették volna szabadba tölteni az idejüket. A délutáni programot a Dombovári Zenész Egyesület kis koncertje nyitotta meg, majd különféle műfajú fellépők színesítették a műsort. Egy kulturális programban próbáltuk színesíteni ezt a napot Szőlőhegyen. Egy picit talán rendhagyó módon, hiszen egy magasabb színvonalú kultúrával szeretnénk volna megjelenni, mint az előző években történt. Remélem, hogy ez a kezdeményezésünk teli találat lesz, és jövőre még többen lesznek, hiszen ez az első év, és amit mondtam, ez egy kurta furcsa az egész év, de mindezek ellenére nagyon örülök, hogy azért most is már sokan vannak, és remélem, hogy a fellépők előrehaladásával mindig többen fogunk lenni. És egy pici meglepetés is készítünk a helybelieknek, amit nem hirdettünk meg sehol. A helyi vállalkozóval összefogva az ő épületébe, ma még használaton kívül kisboltban, egy retro diszkóban szeretnénk zárni a napot, amely éjfélig fog tartani. Hát most már sokadik alkalommal kerül megrendezésre az Anna napi búcsú itt Szőlőhegyen. Hát a körülményekre való tekintettel mi nagyon-nagyon örülünk, főleg szőlőhegyiként, hogy megrendezésre kerülhetett most is, idén is. A zenei kínálat úgy gondolom, hogy változatos, tehát egészen a fúvószenekarok által szolgáltatott kellemes hangvételű zenéktől, muzsikáktól elindultunk, most pillanatnyilag a musicalek világánál tartunk, de jártunk már például a francia sanzonok világában is, és egészen ismert dallamok egy kis rokkosabb feldolgozással zárul majd a mai nap. Szerencsére az időjárás is kedvezett a rendezvénynek, hiszen előző napokban heves esőzések voltak jellemzőek, de Anna napon kellemes nyári idő volt.